jubileumi alkalom ünnepséget tartottak a Teleki Sámuel általános iskolában. Tanulmányi verseny nyolcadikosoknak, vetélkedő a Vörösmarty Mihály gimnáziumban. Bonszáj és szuiszeki mustra, a különleges kiállítást hétvégén láthatták az érdeklődők a Városi Galériában. Köszöntöm a kedves nézőket, önök az Érdi Városi Televízió híradóját látják. Idén ünnepelte fennállásának 80. és névfelvételének 20. évfordulóját a Teleki Sámuel általános iskola. Az intézmény 1993. november 1-én vette fel a híres Afrika kutató Teleki Sámuel nevét. A jubileumi alkalomból pénteken ünnepséget tartottak az iskolában. A hagyományokhoz híven az idei évben is megszervezték a Teleki Sámuel általános iskolában a Teleki napokat. A közel egy héten át tartó rendezvény sorozat sok érdekességet és hasznos tudnivalót tartogatott a tanulók számára. Meghívtuk nyugdíjas kollégáinkat, Brunswick Csabát és Juhász Imre nyugdíjas kollégámat. Csaba bácsi az iskoláról mesélt a diákoknak, hiszen az ő édesapja itt volt igazgató, az édesanyja itt tanított az iskolában, nekem osztályfőnököm volt. Csaba bácsi itt tanult, tehát ő átélte, amikor a régi iskolánkat építették gyerekként, és ez a gyerekeket nagyon érdekelte. Juhász Imre kollégám pedig a régi idők iskolájáról mesélt, az összevont osztályokról, a tanítók élet. Meghívtuk Kubassek János Földrajzi Múzeum igazgatóját, ő névadonkról beszélt a gyerekeknek, nagyon-nagyon érdeklődőek voltak a gyerekek, sokat kérdeztek, elégedetten távozott tőlünk. Buttinger Dániel volt nálunk, aki a térképről, a földrajzról mesélt a gyerekeknek, kísérletezett velük, illetve hát a Teleki napok keretében rendezzük a földrajzversenyt, és a zsűri egyik tagja volt, ő is elismeréssel szólt a rendezvényekről. Ezekben a napokban szervezzük a Teleki Kupa asztali tenisz versenyt, melyet szintén egy kollégám, Ponko János nyugdíjas kollégám alapított pontosan 20 évvel ezelőtt. A Teleki napok zárásaként iskolai ünnepséget tartottak, amelyen kihirdették a különböző verseny eredményeket, így a földrajz vagy asztali tenisz versenyen helyezést elért tanulók átvehették elismeréseiket. Ezt követően az év pedagógusa díj átadására is sor került. Kitétel az, hogy minimum 3 éve dolgozzon itt az iskolában, kitétel az, hogy versenyeket szervezzen, programokat szervezzen a gyerekek számára, aktívan vegyen részt az iskola életében. Ha valamilyen programokat írunk, tehát itt gondolok komoly dolgokra, pedagógiai program, SMS, stb., aktívan vegyen részt benne, és hát a gyerekek nézzenek föl rá, tehát elismert pedagógus legyen. Különben az idei év, ez úgy alakult, hogy mind a négy kollégámra igazán, de mindenkire természetesen az egész szantestületre, de mind a négy kollégámra nagyon büszke vagyok, hiszen én magam is utolsó pillanatban döntöttem el, hogy ki lesz az a két ember, akire szavazok, és nagyon nehéz volt döntenem. A szavazás eredményén is látszik, hogy szinte egy-két szavazaton múlott, tehát a kollégáim is és a gyerekek is nagy dilemmában voltak ezzel kapcsolatban. Idén 4 kollégát jelöltünk a díjra, 2 alsós és 2 felsős kollégát. Alsós kollégáim Németné Fülöp, Marianna, Faragóni, Szappanos, Ilona. Felsős kollégáim Küchner Fuzsina és Rádli Beatrix. Nagyon örülök annak, hogy Sárközi Márta tankerületi igazgató segített abban, hogy egy kis pénzben is el tudjuk ismerni az ő munkájukat, tehát így a hagyomány nem szakad meg. A gyerekek színes műsorral készültek a jubileumi esemény megünneplésére, amelyben elsősorban Teleki életét és munkásságát elevenítették fel. Az ünnepség számos meglepetést tartogatott, főképp a díjazottak számára. Különleges mozzanata volt a rendezvénynek, hogy az intézmény egykori igazgatója, Varga Jánosné átvehette a címzetes igazgatói kitüntetést Sárközi Mártától, az érdi tankerület igazgatójától. A tornateremben tartott ünnepség után a pedagógusok és tanulók felvonultak az emeleten található Teleki szoborhoz, ahol elhelyezték koszorúikat és virágaikat a tisztelet jeleként. Tanulmányi versenyt tartottak 8. osztályosok számára a Vörösmarty Mihály gimnáziumban. A tanulók ez alkalommal biológia, kémia és történelem tantárgyakból mérték össze tudásukat a vetélkedőn. Az őszi tanulmányi versenynek 2 évtizedes hagyománya van az iskolában. Kezdetben matematika-fizika tantárgyakból tehették próbára a tudásukat a gyerekek, majd évről évre bővült a tantárgyak köre. Most a természettudományos, valamint a humántagozat iránt érdeklődők kaptak lehetőséget a bizonyításra.
Az új tagozatokhoz igyekszünk egy olyan a felvételi előtt egy rendszerező tudást, egy tudásmérést nyújtani itt a környék általános iskolásainak, nyolcadikosainak, hogy körülbelül el tudják azt képzelni, hogy mi az elvárás. Összerendezik a tudásukat, a általános iskolás kollégák között is nagyon népszerű kihívás rangot jelent az, hogy a Vörösmarty Mihály Gimnázium ezen tanulmányi versenyein valahol dobogós helyen szerepeljen a tanuló. A pénteki alkalmon körülbelül 150 gyermek vett részt, többségük biológia-kémia versenyre érkezett, de nagy volt az érdeklődés a humán tagozat iránt is, ott történelem tantárgyból adtak számot tudásukról a nyolcadikosok. Azért nagyon fontos a verseny, mert az első négy helyezett a szóbeli felvételi alól a gimnáziumunkban az emelt szintű képzésre jelentkezők közül, aki ezt választja, felmentést kap. Szeretik ezt kihasználni természetesen, mert akkor ez egy kicsit nyugalmas pont, hogy ugye a három részből álló felvételinél hoznak valamennyi pontszámot az általános iskolai tanulmányok alatt, megírják a központi nagyon nehéz 100 pontos felvételét, és akkor egy könnyebbség, hogy akkor már a szóbeli vizsgára nem kell készülni a februári időszakban. Biológia-kémia tantárgyakból csak írásbelin kellett teljesíteni a résztvevőknek, azonban történelemből szóban is feleltek a diákok. A szóbeli néha fél hatig is el szokott húzódni, mert hát ott hasonlóan, mint mondjuk egy érettségi vizsga esetén tételt húz a tanuló, ott meghallgatja egy háromfős bizottság, és értékelik a szóbeli pontszámát. Ezt nagyon fontosnak tartom egyébként a szóbeli megmérettetés, mert a feleltetések picikét háttérbe szorultak, én gondolom, a mai oktatás rohanó rendszerében, és ez jó, hogy megtanulja egy nyolcadikos gyerek is, hogy mit jelent az, hogy vizsgázni. Ez a verseny egy jó alkalom arra, hogy a felvételizők és szüleik is betekintést nyerjenek az iskola életébe, azzal közelebbről is megismerkedjenek. Ezeket a versenyeket az érdeklődők megnézhetik, részt vehetnek a játékos versenyen, illetve vagy betélkedőn, illetve a történelmi előadáson, és jövő héten a fizikasón is, és bárkinek én is szívesen állok rendelkezésére, aki érdeklődik, végigjárják az iskolát. Nincsenek nyílt órák, ezt már évek óta nem tudjuk szervezni, de úgy látjuk, hogy ettől függetlenül töretlen az érdeklődés a gimnázium iránt. November 15-én pénteken délután matematika-fizika versenyekre várja a nyolcadikosokat a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Bonszáj és szuiszeki bemutatót tartottak a hétvégén az Érdi Városi Galériában. A törpefák és a kicsinyített sziklák mellett bonszáj kerámiákkal, asztalokkal, valamint a japán kultúrához és kertészethez kötődő kellékekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Az idei már a második esztendő volt, hogy bonszáj és szuiszeki kiállítást rendeztek Érden. A háromnapos mustrán nem csupán a tradicionális japán, hanem az európai bonszáj és szuiszeki kultúra is képviseltette magát. A bonszáj az egy fa egy edényben, a bon és a száj szavak összetételéből jön össze. A szuiszeki az pedig egy olyan talált kő, egy látványkő, amelyet a természetből kiemelve, mindenféle fúrás-faragás nélkül megtisztít, kap egy dájcát, úgynevezett dájcát, amiben kiállításra kerül, és majd láthatják, gondolom, a nézők, hogy ezek a művészi módon a természet által megkomponált kövek és fák együtt egy fantasztikus látványhoz segítik hozzá a nézőket. Az esemény megnyitóján jelen volt T. Mészáros András polgármester is, aki csodálatát fejezte ki, mondván lenyűgöző, hogy milyen szépségekre képes a természet és a hozzáértés. A természet és az embernek a közös műve, amit itt látunk, mindezek a művek egytől egyig szemkápráztatóak, lélegzetelállítóak, és az talán a legérdekesebb benne, hogy amikor úgy megáll előtte az ember, akkor elkezd gondolkodni. És mindenfajta, akár filozófiának is nevezhető, mondani való jut az eszébe ezektől az alkotásoktól. És akkor fölmentem az emeletre, és megnéztem a válogatott köveket, a sziklákat, azoknak adott esetben a fantázia nevét, és hogy mire is képes maga a természet, mert az aztán tényleg teljesen élettelen dolog, nem úgy, mint ezek a fák, amik élnek, és még ez a szépség is megragadja az embert, és megragadja a gondolatait, és egy kicsit elcsendesül, és elkezd filozofálgatni, elkezd gondolkodni, elkezd abba bele gondolni, hogy mi minden mellett szaladunk el, hogy nem veszük észre a szépségét. Az első magyarországi bonsai klub még az 1980-as években alakult. Ez alapvetően egy kikapcsolódási forma, de vannak, akiknél ez már életformává vált, fogalmazott a szervező. Azonban az biztos, hogy a bonsai kultúra népszerűsége folyamatosan növekszik, tette hozzá Marcika András.
Aki bele kóstol egy bonsai alakításba, vagy van otthon egyetlen fája is, amit ápolhat, locsolhat, én azt gondolom, hogy a néhány perce van az embernek a napjából, hogy megadja neki a megfelelő vizet, nedvességet, egy picit metszeget a fákon, nagyon sok örömet ad vissza az embernek ez. Mint minden, egy bonsai ára is elérheti a csillagos eget, de a kezdők akár már néhány ezer forintért is beszerezhetik az első törpefájukat, árult el Marcika András. November 9-én szombaton az érdi Battyányi Általános és Sportiskola adott otthont a Kung Fu Magyar Bajnokság döntőjének. A megmérettetésre 110 versenyző érkezett, ők az első két fordulón elért eredményük alapján kvalifikáltak az országos döntőre. Az érdiek remekül szerepeltek, ezúttal is számos magyar bajnoki címet szereztek a hazaiak. Az első két forduló alapján kvalifikálhatták magukat a versenyzők a szombaton megrendezett Kung Fu magyar bajnoki döntőre. Így gyakorlatilag csak a legjobbak vettek részt a megmérettetésen. Összesen 110 versenyző kapott meghívást az ország különböző pontjairól, így Szeged, Nyíregyháza, Debrecen és természetesen Érd is képviseltette magát. Két fordulóban mérettettek meg a versenyzők, és ez egy ilyen felmenő rendszer. Mindenféle kategóriák, nagyon sok kategória van a Kung Fu-ban, ezt tudni kell. Pusztakezes, fegyveres, rövid fegyver, hosszú fegyver, tai chi kategóriák, küzdelmi kategóriákban, light contact, full contact, illetve modern wushu kategóriák, amikben a versenyzők indulhattak. És a mai napon dől el, hogy ki lesz a magyar bajnok, ki kerül be a magyar válogatottba. A magyar bajnoki döntőre 6 éves kortól egészen 60 éves korig érkeztek versenyzők. Az idősebb korosztály a tai chi-ra jellemző leginkább, a fiatalok pedig formagyakorlatban, míg a 20-30 évesek inkább küzdelemben próbálják ki magukat. Wushu-ban indultam kizárólag, három kategóriában. Úgy érzem, szerintem mind a három kategória sikerült annyira, amennyire elvárható tőlem, szóval teljesítettem a képességeim szerint. Tradicionálisban most nem indulok, mert a tavaszi selejtezőben nem indultam, ezért nem kerülhettem be, ugye? Küzdelemben van egy második helyünk, ami nem számít azért szerintem rossznak. Forma gyakorlatban szerintem már átléptük a 20. aranyérmet, tehát biztos, hogy szép számban fogunk részt venni a válogatottban. És még van egy pár kategóriánk, ami hátra van, reméljük, hogy azokat is sikerrel abszolválják a versenyzők, és akkor elégedettek leszünk. Érzem, hogy hogyan teljesítek, és az eddigiekkel összehasonlítom magamat, meg természetesen a pontok alapján is, amiket kapok. Mert most is két kategóriában nem volt versenyző, de már csak a pont miatt is érdemes volt indulnom belőle, mert láttam, hogy mennyit fejlődtem. Most, hogy véget ért a magyar bajnoki döntő, kis pihenő vár a versenyzőkre, ugyanis a bajnokság tavasszal veszi újra kezdetét. Érdi szempontból azonban ez igen aktív pihenés lesz, hiszen több program is vár az érdi sportolókra. November 23-án itt lesz az első érdi búdógála, ahol azért egyesek fellépnek, illetve január-február, kínai holdőjév fordulón szintén versenyeznek a versenyzők, ezzel gyakorlatilag fel is tudnak készülni a következő év tavaszi fordulójára. Ami a magyar bajnoki döntőt illeti, az érdiek ezúttal is remek teljesítményt nyújtottak, több magyar bajnoki cím is érdem maradt, és a válogatott keretbe is számos érdi kerülhet be. A témával bővebben szerdai sportműsorunkban foglalkozunk. Kedden reggel már csak a délnyugati határ mentén lehet néhol gyenge eső, északon és az Alföldön lesz szakadozottabb a felhőzet. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és keleten, északkeleten még időnként erős lesz, a minimum hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul. Napközben előreláthatólag nem kell csapadéktól tartanunk, és jelentősen mérséklődik a légmozgás is. Délnyugaton több, északkeleten kevesebb felhő lesz felettünk, 7 és 13 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök az Érdi Városi Televízió híradóját látták. Híreinket megtekinthetik a www.érdhiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is, további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!